Na, visszajöttem a végeredménnyel, még éget. Kopog alul, kopog felül. Gyönyörű szépek lettek, ha megnézitek. Nézzétek meg, milyen guszta. És ha. És még füstölök. Nézzétek meg, milyen gyönyörű bélzet. Szóval, most megkóstolnám, de nagyon forró. Nem merem még. De alig várom, hogy kettőt elnyomassak. Úgyhogy ez 250 g lisztből van, ebből 5 darab jön ki, ekkorák. Lehet tetőzni, de akkor többször kell lesütni. Azért mondom, hogy én egy egyszerű, mi ketten vagyunk, nekünk 5 darab elég. Sziasztok, legyen szép napotok! Szervusztok, kedves csoporttársak! Ma meg elkészítsük a híres szimit perecet, török perec. Először az első lépésként a szezámmagot, akinek nincs megpirítva, mint az én helyzetemben is, vagy nincs megpirítva, így egy láboskába, egy ilyen serpenyőbe, szárazon, csak úgy, örökké úgy kavargatva átpirítjuk. Ez az első lépés. Újra visszajöttem. Amit tudnotok kell, erről van szó, ez török üzletbe vagy az Amazonon lehet megrendelni. Ez a pekmezi, ez a török must méz. Magyarán úgy mondva, akinek nincs ez, az alkalmazza a mézet. Na most, mivel én fél adaggal indítok, akkor így 25 milli must méz, ez a pekmezi, vagy nálatok például a méz, és ugyanannyi víz, egy az egybe oldódik fel, majd a pereceket ebbe fogjuk megmártani, és majd úgy fogjuk a szezámmagba. Ezt most így félre rakom, csak így szóltam előre. Na most én fél adagból dolgozom, de fogjátok tudni, hogy egy egész adag lesz kiírva, abból egy olyan 7-8 darab perec jön ki. Én fél adagot készítek, mivel ketten vagyunk, hát sajnos ez van. Na most csinálunk egy előtésztát, ami pihenni fog egy addig, amíg így felfut a duplájára. És akkor utána a kézi dagasztást is látni fogjátok. Na akkor adunk ehhez ugye 100, jelen esetben 130 ml vízem van, és ahhoz 130 ml meleg víz, és ahhoz adok egy kis kanál plusz egy ilyen fél kis kanál cukrot, ezt főkavarom, jó melegecske víz, és 5 g élesztő, a 250 liszhez 5 g friss élesztő. De persze én egy egész adagot, a fél kilós fogom kiírni, ti most a felit lássátok, amit feldolgozok. Így, már a kanálka nem kell most per pillanat. Veszem a kis haverőmöt, evel eldolgozom, jól az élesztőt. És ugye a kimért lisztből, a 250-ből, mert fél adag, elveszek egy jó evőkanállal, ne lássátok, és ide belé pottyantom. És ez ide félre van rakva, mindenki van mérve, hogy ne kelljen sokat. Ezt így egy kicsi habverővel, vagy kinek mivel könnyebb, jól elkavarjuk, és hagyjuk, hogy egy picit fusson fő. Teszünk egy tányérkát, vagy akár egy nájlonkát, mindegy. Jövök vissza, és dagasszuk a tésztát. Na akkor visszajöttem, pihent, szépen habosodik. 130 vizem van, aztán halám lássuk a lisztek is, hogy dolgoznak. Ugye a 250 lisztből vettem el, abból van az előtészta. Kiöntsük szépen a lisztünket, ez egy fél adag, most is mondom, hogy ne essünk tévedésbe. Így félre rakom, és csinálunk egy mélyedést. Látszik-e jó? Csinálunk egy mélyedést, és akkor dolgozzuk szépen föl, és lassan. Egy evőkanál olajat középre lehelyezünk. Az olaj még fog kelleni, mert mikor közben gyúrjuk, akkor
akkor fogkelemmel le kell olajazzunk. Egy kávéskanál só, de ide a szélibe így, így körbeviszem, hogy ne érintkezzen. Na most itt lehet egy picivel még többet, esetleg ne lássátok-e, de ez ennyi. Ez megvan. És akkor nagyjából minden megvan, dolgozzuk hozzá az előtésztát. Na most ilyenkor én használok egy szilikon spatulát, addig, amíg annyira, és aztán dolgozzuk ki kézzel. Egy keményeske tésztát, nem olyan kemény-kemény, egy olyan tésztát kell kapjunk. Mindig lopunk el a lisztből. A sót, lássátok, ott kívül van. Mikor már annyira az anyagot megette, akkor már gyúrjuk is belé. Ezért jó az előtészta, itt már a kicsi gombák dolgoznak, az élesztő gombák. Egy nagyon finom a törököknek, ez egy nagyon-nagyon finom perecük, azt hiszem kenyérbe is készítik. Amúgy imádom a magvas dolgokat, ezt lehet nem mondtam. Rengeteg a vitamin benne, amire az embernek a szervezetére szükség van. Na most mi magokot jó, eszünk diót néha. De ugye minden magnak megvan a... Na lássátok, és akkor most kezdem belé dolgozni szépen. Így az utolsó cseppig. Mindig, mikor előtésztát írnak, akkor így alkalmazzátok, s ahogy mutattam a lángosnál is. Kenyérnél is ugyanez a dolog, a fő. Nagyon fontosak az előtészták, mert ott indulnak be az élesztő gombák. És nagyon jó eredményt érünk el, már úgy értve, hogy egy sikeres eredményt tudunk elérni. Na most én már az utolsó cseppet is kitöltöttem. Azaz éppen beáztatom, hogy ne száradjon belé. És akkor így még ebben kettőt nyomok. Azaz apkáta segítségével viszem a lisztet. Letakarítom a... Így, és annak neki is gyúrjuk ki. Nagyon jó, hogy legyen habkártya, mert avval a tésztát fel lehet az asztaltól lazítani. Sokat segít nekünk. Én így szoktam, a kovászomat is így dolgozom ki egyszer, így megvágosgatom. És a liszttel addig összeegyengetem, jó, szívja meg magát, sokkal könnyebb utána vele dolgozni. Na így, akkor ezeket ide félre rakjuk addig, és kezdjük dolgozni. Látszik-e jó? Remélem, igen. Hát tegnap a konyhámnak a másik felébe voltunk, mikor a lángosokat süttem. Hát szeretem azért, már mit akarok mondani, nem... imádom ezt a kicsi konyhámat, sokszor mérgelődök, hogy kicsi az asztalom, sose tudom, merre felé legyek, de... Megszoktam, halljátok-e, hozzá lehet szokni. Az ember ahhoz szokik, ami van. Ez ilyen ez az élet. És amit el kell végezzek itten, azt meg tudom oldani. Főzőcskézek, és ami tennivaló van, azt megcsinálom. És... Lássátok, milyen könnyen lehet vele dolgozni. Az, hogy az a baj, lehet, hogy sokatok haragszik, hogy hosszú videót csinálok, de én már mondtam nektek, hogy a fő célom, a fő azok, akik még most kezdik tanulmányozni a konyha világát, már úgy értve inkább a sütés szempontjából, a péktermékek, és nem csak.
és félnek még, ugye arra vagyok, azt mondtam, ha majd egyszer meghalok, akkor valamit hagyok az utókornak, remélem, és hasznosat, és ugye, hogy most olyan robotvilágot élünk, hogy ne vesztenek oda ezek a receptek, indiferent, hogy melyik országnak a receptje, mert ez olyan kölcsönös, tudjátok, se ez szép benne. Úgy, mint a pizza is nem a miénk, de attól szeressük és készítsük, vagy akár a focaccia, vagy akár a ciabatta, most Olaszországról beszélek, akkor a törököknél is rengeteg-rengeteg jó receptjük van. Ugye imádom a burekket, azt meg is van, azt hiszem fenn van már a csatornámon, nem tudom, na mindegy, az a lényeg, közben jár a kezem is, hogy szeretettel készítem el, imádom, főleg aztán az ilyen magvas dolgokat, most már a kenyereimet is úgy sütöm nagyjából, hogy magvasok, hogy ugye a vitamin szempontjából, és persze, hogy finomabb, normális. És mondtam már nektek, hogy mivel, hogy annyi receptet teszek közé, nekem nagy kiszerelési dolgok kellenek, már úgy értve, hogy nagy kiszerelés. Na jó, van amelyik háziasszony, akkor asszony, parfümre költi, én költöm lisztre, ilyenekre és felszerelésekre. Na hát, kinek mi? Kinek mi okoz boldogságot? Nekem ez, mikor a konyhámba teszek-veszek, és alkotok, főleg már a sütés szempontjából azt imádom. Most van is úgy időm, és mondottam, hogy amíg még egy kicsi időm így van, így a recepteket feltöltögetem, legyen ott, aztán... Na most figyeljetek ide, ez össze is állt. Egy ilyen tésztát kapunk, egy olyan keményecske tészta. Ez a perec nem kér olyan nagy kézi munkát, de én imádok dagasztani, úgyhogy... Na, és ezt szépen picit megolajazzuk, így a kezünkkel, ne lássátok egy. Alul-felül buciba, így, és egy nem sokat, egy 5 percet hagyjuk pihenni, hogy egy kicsit engedjen, 5-10 percet, hogy a tészt engedjen, letakarjuk, és akkor jövök vissza. Újra visszajöttem, letelt a 10 perc pihenő. Ugye jegyezzétek meg, mikor így mondom a pihenőköt, mert ez ilyen, ez a perec, ez így készül. Na most... Egy kicsi olajat ide, azért is van elég készítve. Elsúrolt, ez így is fog maradni, mert aztán ilyen olajos felületen fogjuk. Azért hagytuk egy 10 percet pihenjen, hogy tudjuk feldarabolni. Na most szemre menjen nekem a játék, azt tudom, hogy egy kilóból kijön 8 darab. Én akkor most ebből ki szeretnék hozni 1, 2, 4 darabot ebből a 250-ből. 1, 2 és 4. Még esetleg egy picit visszalopunk. Én így szemre osztom le körülbelül. Így. És akkor így megformázzuk egy kicsit. És most fogjuk hagyni, hogy jól keljen ki. Ilyen kicsi hosszú kókba, mert ugye a szálakot kell aztán kinyújtsuk. Itt van a másik is. Hagyjuk szépen, hogy dolgozzon. Ugyan letakarva, az fontos. Így. Megböngyörgetem. Ilyen hosszú kókban lássátok, ilyenekbe szépen. Hogy tudjuk megdolgozni, úgyis még fog kelni utána is. Most kell neki egy 15 perc, hogy jó puhuljon be a tésztája, kezdjenek dolgozni benne az élesztőgombák, a minden. Na, lehet, hogy lesz egy nagyobbam, 3 kisebbem, lássuk.
Jó, és akkor ezt így letakarjuk, ne lássátok -e. Én használok most egy ilyen jelen pillanatban, ez a kicsike most még egyelőre elég. És hagyjuk jó 15 percet, még rakok egy konyharuhát is. Elég hűvös van a konyhába. És akkor folytassuk. Visszajöttem, letelt a 15 perc. Nagyon túl olajas ne legyen, arra vigyázzunk, inkább egy papírkával törőjük le, egy kicsit lehet. Amit akarok készíteni, akkor amit mondtam, akinek nincsen szőlő must, szóval szőlő, ha szőlőből van, must méze, az veszi a mézet, 25, mert most fél adaggal dolgozunk, 25, amennyi milli, annyi milli víz. Nagyon jó íze van, fantasztikus, az Amazonon szoktam rendelni az ilyeneket, ott tudom, hogy kapok, s hozzák le, és... amúgy török üzletekbe tudjuk bészerezni. Hát minden cseppé kár, mert ennek van egy olyan pergelt, olyan finom íze van, hogy fantasztikus. Megkóstoltam. Nagyon. Nagyon finom. És most én megvettem avval a borkánya, az most engem egy darabig kiszolgál. Mondom, akinek nincs, az nem kell... kétségbeessen, az veszi a mézet, 25 milli méz, 25 milli víz, melegecske víz, mert jobban fel tudjuk oldani. Csak persze, hogyha már jövök evel a recepte, akkor hiába jövök mézzel, már ne vegyétek rossz néven, ez most erről szól, ennek ez a neve, ez a szinit. Hát ez a durum búza szóból ered, már lefordításban. Bizony minden országnak megvan a jó receptje, amit imádunk mi is, biztos, hogy náluk is van olyan, ami a miénknél. Lássátok el, aztán tudjátok-e, mit csináltam? Lett azt mondja 2-4 darab, de 5-öt csináltam a végén, az egyik igen nagyobb volt, én is úgy szemre leosztottam, 5 kijön, 5 ügyeske. Amúgy a stász méret, a szimite perecné 120 g, az élő tészta, a sületlen tészta 110-120. Na de mi nem muszáj betartsuk éppen azt, hogy mondják, hogy csak úgy leosztottam. Akkor amit akartam mondani közben, a szezám mag, nekem olyan szezám magom volt, és olyan szoktam menni, ami héjatlan, meg van hámozva, héjatlan. Picit átpirítottam, nagyon kell ügyelni a pirításnál, még jobban, mint a prézlinél, mikor a szilvás gombócnak a prézlit készítsük. Na most ez úgy fog menni, hogy a perecet megformáljuk, melyen ebbe az elegybe, utána a szezámba. És akkor egy nagyon picit itt le fogok olajozni, épp egy nagyon picit evel a kanállal, ott belül, biztos lássátok, a kanállal mozog, oda fogom, és ott fog kelni még egy olyan jó 15 percet, és akkor, mikor annyira ő kikelte magát, akkor kicsit széthúzzuk, nagyobb percek lesznek, és így men, aztán majd a sütőbe, 190 fok az ajánlott. Na most tudjátok, hogy látszik-e, hogy készítem. Így összecsipkedem. És a lényege ennek az, most álljátok meg ide, ezért mondtam, hogy kicsi a helyem. Figyeljétek meg, itt van a tészta, itt kívül nem nyomjuk, és mindjárt elmondom miért. Bentről megyünk kb. Idáig, ezek maradnak vastagon a két széle. Mennyibe lehet? Nyújtsuk, nyújtsuk, nyújtsuk. Még. Lássátok, ezéke a tészták, ezéke pihenjenek, mert ha nem tudjuk nyújtani. Bentről kifelé. Így. Ez körülbelül azt mondja, két és fél arasznyi olyasmi, kicsikézzel számítva. Na most figyeljétek meg! Ezen kettőt így csavarunk,
Így. Így, ahogy van csavarva, így. Ellenkező irányba kezünk egy-egy ennyi, és akkor, mikor ezt így összehelyezzük, ide benyúlunk, ne lássátok-e? Így benyúlunk, és kettőt sodrunk rá, és akkor egyformán fog kelni, szépek lesznek, és akkor evel azt szoktam csinálni, hogy most addig félre rakom, hogy lássátok, akkor mikor ez megvan a perecke, tesszük belé a lébe, utána a szezámba, lerakjuk pihenni 15 percet. És akkor utána jövök vissza, és mutatom. Hogy lehet megformálni a legkönnyebben? Így a tésztát így kinyújtsuk, így ennyire így kilapítsuk, így feltekerjük, né? Feltekerjük, a sluszt összezárjuk, jól. Így a legkönnyebb, ha így mutatom nektek. Ne lássátok, a slussz össze van zárva, és kezdjük sodorni. Sodorjuk, sodorjuk. A két szélén nem sodrunk. Bentről kifelé, bentről kifelé. Most akinek nagyon nehéz a perec készítése, az tudja alkalmazni ezt más pereceknél is. Gyönyörű, szépen kisül, gyönyörű lesz. Aki nem tudja azt ott a rendes perecformát, nyugodtan így is, hogyha így könnyebb, miért ne. Na most itt nem muszáj olyan pontos legyen, megmondjam én miért. Azért, mert ez most vissza fog kelni, 15 percet hagyjuk, mikor ugye belémártottuk. Csak most itt mutatok még egy párat, hogy lássátok. Itt van a két vége, itt összefogom, na lássátok, itt össze van fogva. Kettőt csavarok, itt egy picit lenyomom, hogy álljon meg a tészta. Így. Csak azért, hogy mutassam a kezemet. És a két tenyére, az egyik melyen arra, a másik erre, egy gyors mozdulattal. Ennyi. Ennyi a szimitnek. És akkor így szoktam ne. Lássátok, ide befogom. Ezt ráhajtom, itt összetartom, és akkor így egyet kell gurigázni. Ezért jó, hogy a tészta jó legyen, na lássátok-e. És akkor ez össze van dolgozva, és nem ilyen szép. Na, és ezt fogjuk belemártani. Még egyet még mutatok. A kezdőké inkább. Itt a tészta, kinyújtsuk. Kinyújtsuk, kinyomkodjuk magyarán mondva. Így. Így felsodorjuk, így sluszt összezárjuk, jó legyen összezárva, azaz, sodorjuk, a vastag részeket ott hagyjuk, nem foglalkozunk bentről, középről, menjünk kifelé, de nem menjünk egész a végéig, hogy az a két vastag, ez azért készítsük így, mert mikor összekapcsolódik és a kezünkkel kettőt, akkor az is pont olyan lesz, és egyforma szép perecek lesznek. Így, nem menjünk ki egészen, ne lássátok-e, nekem is megmaradt. Ezt így fogom, ez így van, ugye? A kettőt így összefogtam. Kettőt-hármat csavarok, és akkor ellentétes irányba a kezek. Előre-hátra, hopp, ennyi. Benn van a, nem már fogom is, teszem rá a tésztát, nézzétek meg. Így összeszorítom egy picit, és akkor gurigázom. Lássátok-e? Így. Na még egyet. Megcsináljuk mind az ötöt. Egye fene. És akkor utána 15 percet hagyjuk megint pihenni. Ennek ez a munkamenetele, és ezt így kell csinálni. Jó, kilapogassuk. Hozzam én arrébb a kamerát. Hoppa. Jó. Na lássátok-e? Nagyon picit van leolajozva. Nagyon jó, kemény a tészta, már úgy értve jó, tartós tészta. Ezt így felhajtsuk. Ne lássátok ki. Így. Megvan, ugye? Itt összeszorítsuk a sluszt. Jól. Nem kell sajnálni, nem kell félni a tésztától. Ha félünk, akkor nem sikerül. Össze van a slussz, és akkor bentről innét menjünk kifelé. Ezt a két végét hagyjuk, hogy maradjon vastagon. És így nyújtsuk kifelé. Így a kezünk így. Így. Nézzétek meg, milyen jó le. Ezért jó a tésztát, mindig le kell takarni. Neki megvan a pihenési idő, mert
amelyik tészta nem pihen, ott már nem tudunk mit csinálni. Itt van a két fele, ne lássátok-e, itt összefogom, csak így megfogom. Itt van ez a vége, és akkor így kettőt-hármat csavarunk, lerakom, így tartom, mert aztán gömböldik vissza. És akkor ellentétes irányba ez a kezem melyen hátra, ez melyen előre. Hopp, ennyi. Megfogjuk. Né. Na, visszajöttem. Hát elég hidegecske volt a konyhába. És az van most is. Most persze be van gyújtva. Olyankor, mikor egy olyan 20 percre, az utolsó 20 perc pihenőnél, akkor alkalmazzuk, már bekapcsoljuk a sütőt, 190 fok van megadva. Na most én hőlékkeveréssel tudok csak sütni mindent, mert technikai okokból, ezért én 100, azt mondja, hogy indítottam 200-zal, most vissza fogom venni 180-ra. Ezek a feketék nem bogarak, csak nekem volt fekete szezám is megmaradva, és belé van keveredve, úgyhogy nagy félreértsétek, hogy bogaros, meg nem bogaros. Na most nézzétek meg, szépen ki van kelve, és így széthúzzuk, de finoman. De lássátok-e, így. És így helyezzük. Na most annyira húzzuk szét, hogy ne kelljen annyit sütni, már úgy értve esztet egy adagból, ebből a fél adagból le tudjuk sütni. Így szépen széthúzzuk, így. Erre gyengessük, azaz. És ő így már olyan szépen meg van kelve. Lássátok-e, milyen jó pöfös. Így. Úgy kell beosszam, hogy egy sütéssel tudjam ezt az 5 darabot, és az úgy is fog történni, mert nekem még lassan jön egy kenyérsütés is. És el is férnek szépen. Itt van a másik is, azt is, de csak úgy finoman, hogy ne szakadjon szét. Így, lássátok, egy finoman így széthúzom, beállítom, és így fognak menni. Éppen kezet mosok, és akkor elmondom, amit még akarok, és akkor be is fejeztem. 190 fokon, már sütőfüggő, aztán ti tudjátok, hogy hogy menjen a sütőtök. 190 fokon süssük. Na most, minden keltészának kell a gőz, én alkalmazom esztet, jó forró víz van. Ezt még egy picit lespriccolom, mert nagyon szeretik a keltészták, jó picit, és alul, mikor ezt így beraktam, még alul is befújok, és akkor egyből főcsuktam, és 25-30 perc, na most ide figyeljetek, én onnét tudom meg, hogy kopog felül, kopog alul, és akkor az nekem az adja, a, hogy mondják ott, hogy ki van sülve. Sziasztok!